Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öregfiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! A bajnokságban és az Európa kupában elszenvedett három vereség új helyzetet teremtett az atomerőmű KSC házatáján, amit tudni kellett kezelni, illetve feldolgozni. Erre nem volt idő, hiszen jött a cseh élcsapat, valamint a Győr elleni, szintén hazai bajnoki. Kiderült, nincs szó válságról, tartósabb hullámvölgyről. Újra elkapta a nyerőfonalat a KSC, melyben már a sérüléséből felépült ausztrál Bishop a tőle elvárható ponterős és egyúttal hasznos játékkal okozott örömet a szurkolóknak. Egy három meccses vereségszériából az Európa kupában kellett kiválnia a KSC Szekszárnak, mégpedig a piros szerelésben játszó Nymburk ellen, amelyik két megnyert meccsel érkezett Szekszárda. Bishop volt ezúttal a meccs embere, az ausztrál ugyanúgy 24 pontot dobott, mint amerikai társa Erika McCall, de leszedett 8 lepattanót, és 4 gólpaszt is adott, a mezőny legjobbjának bizonyult ezzel a szőke magas bedobó. Nagyon örül, hogy nagyon hosszú hetek után végre visszatérett, és a csapat a segítségére lehetett, és ez egy nagyon fontos hazai győzelem volt, nagyon jó időben érkező hazai győzelem. A mérkőzésben időszakon meglátszott, hogy milyen jól is tudunk játszani védekezésben és támadásban egyaránt, és ez előre mutat a jövőben, hogy ez a csapat erre képes. Persze most még nem voltunk 100%-osak, de ez tényleg biztató a jövőre nézve. 72 óra leforgás alatt már is jött a Győr elleni roppant fontos bajnoki, amelyen kiderült, hogy valójában párjáz ritkító kvalitású amerikai, illetve külföldi kosarasokkal rendelkeznek a zöldfehérek. Hozzájuk csatlakozott Szentperben a tavaly még szekszárdi Szára Krinics. A magyarok népsora is jól csengően veletes, elég ha csak Raksányi Krisztinát, Cang Tímeát, Nagy Dórát említjük meg. Csapatként, egységes jó csapatként, persze sokáig csak, és ez feltűnő volt, a szekszárd funkcionált, ez volt a fő oka annak, hogy 20 pont is volt már a különbség a két csapat között. Ám az új fiatal szerb tréner munkája már néhány nap alatt megmutatkozott, amikor az amolyan euróligás színvonalúan kemény védekezéssel egalizálta Győr, és az utolsó két percben mutatott koncentráltabb játék, no és McCall és Bishop újra kellő extrái meghozták a 4 pontos szekszárdi győzelmet. Egy különleges kértem, és ez volt, hogy legyen nekünk dupla több gólpasszunk. Nekünk volt 21, nekik 10, azt jelenti brutálisan jó csapatjáték játszottunk mai este, és azért gratulálom csapatomnak. Szoros lett, de nagyon örülök neki, hogy innét fel tudtunk állni újra, és meg tudtuk mutatni azt, hogy igenis most lehet, hogy volt lent, de újra fel tudunk állni, és tudunk felfele menni, és nagyon büszke vagyok a lányokra tényleg, hogy ezt így megoldottuk, mert amilyen küzdések voltak, például az Erika, amilyet vetődött ott a végén, a lepattanónál mindenki ment minden labdáért, azt mondom, hogy tényleg ez mutatja egy csapatnak az igazi erejét, úgyhogy én tényleg nagyon örülök, hogy így megyünk most a válogatott szünetre, hogy egy ilyen fontos győzelmet tudtunk aratni. A válogatott szereplése miatt most 2 hét szünet következik a magyar női kosárlabda élvonalában. Legközelebb november 29-én a szlovén Celje otthonában sorra kerülő Európa Kupa mérkőzésen lép pályára az atomerőmű KSC Szekszárd. Féltették szurkolóik a Majoson az elmúlt fordulóban megbotló Tamásit a Bonyhád elleni hazai rangadón. Főleg amiatt, hogy a játékos edző a vezéregyéniség szerepét betöltő afrikai származású Haruna eltiltás miatt ezúttal nem lehetett a pályán. Továbbá egy másik a kezdőcsapathoz tartozó futballistájuknak sérülés miatt ki kellett hagynia az ősz egyik nagyon fontos mérkőzését. A tét nagy volt a lista vezetői hely megtartása vagy elvesztése. Megtelt a fedett lelátó rész és környéke a Bonyhád elleni rangadóra Tamásiban.
A Biközépnek volt oka az örömre, mert egy félidőnyi játék után 1-0-ra vezetett, a legutóbbi fordulóban majosan megbotló, az első helyet elvesztő, mondhatni ezúttal tartalékosan felálló csapatuk. A kompletten felálló, ideiglenesen listavezető Bonyhádiak ellen nem volt gond a támadó játékkal, nem csak a játékos edző, a vezér egyeniség, Jamme Haruna hiányzott ezúttal egy meccses eltiltása miatt, mellette nem volt ott a pályán a szintén alapembernek számító Szél Csaba sem. Rosszul játszottunk, és ennek ellen érdekes, mert rosszul játszottunk, ennek ellenére mégis voltak lehetőségeink, ugye 1-0-nál az első fél időben itt volt az 41. percben egy 100-as helyzetünk. A Tamási kispad pedig úgy látta az első játékrészt, ha az afrikai csatár Ató jobban koncentrál nagy gólhelyzeteinél, és a Bonyhád is persze betalál, akkor is minimum egy gólos előnnyel térnek pihenőre. Kiegyenlített volt a játék, talán igen, nekünk több helyzetünk volt, illetve nagyobb helyzeteink voltak az első fél időben, illetve a második fél idő elején már pontot tehettünk volna az ére, és eldönthettük volna a mérkőzést. A legnagyobb veszélyt a második fél időben Máté Róbert 25-27 méterről küldött, de középre tartó szabadrugásával okozta Pintér kapujára. A hármas sípszó után azonnal nagy ünneplés tört ki a Tamási sporttelepen, a kiemelt nagy rangadó 1-0-ás megnyerése elfelejtette a múlt heti kínos majosi zakót. Visszaelőzött ugyanis a táblázaton a Tamási. Igazából ez csak így a külsősök gondolják így, hogyha nincsen Haruna, nincsen Szél Szabi, akkor itt most borítékolva volt az, hogy a Bonyhád nyer, de szerintem most megmutatta a csapat, hogyha ők sincs, vagy ha ők nincsenek, akkor csapatként helytállunk, és meg tudtuk szerezni így a 3 pontot. Rossz mentalitásban játszottuk, én azt éreztem, hogy nem akarjuk elégi ezt a győzelmet. Lehet, hogy ez más csapatok ellen belefér, hogy így menjünk fel a pályára, de ez itt nem fér bele. A Bonyhádi kapura veszélyes emberek semlegesítésében, a szélek levédekezésében az egyik legjobb teljesítményt nyújtó játékos Orosz Ádám volt. A legnagyobb király! Orosz Ádám! A legnagyobb király! A Haruna azt kérte, hogy ezeket az indításokat megadályozzuk, szóval a védekezésnél közel legyünk egymáshoz. Az Ató azt volt neki két zicsere a második fél idő elején, hogyha az belövi, akkor előbb lezárjuk a meccset, de úgy gondolom, hogy egész meccse jó zárt a retesz hátul, meg így az egész csapat fegyelmezett volt végig, és én szerintem megérdemelten győztünk. A bajnoki címért folytatott hármas holtversenyben 13 forduló elteltével a Tolna vette vissza a vezetést a táblázaton, 1 ponttal van kevesebb a második Tamásinak, 2-vel a harmadik Bonyhádnak, ám a soron következő Bonyhád-Tolna csúcsrangadó újabb változásokat idézhet elő. Polányi Máté 10 éve foglalkozik profi western lovaglással. 11 bajnoki címet szerzett az elmúlt 3 év alatt. Legutóbb Németországból tértek haza szép eredménnyel. 10 évvel ezelőtt lett a western lovaglás nagy szerelmese Polányi Máté. A paksi fiatalember éveken át hatalmas eredményeket ért el nemzetközi porondon is. Ma már inkább tanítványokat vállal, bár ő maga is néha indul egy-egy megmérettetésen. Legutóbb nagy versenyen Krajtban voltunk, Németországban. Ez egy Paint Horse LB volt, ahol a színes lovakat versenyeztették egymással. Több mint 1200 start volt, tehát nagyon nagy létszámmal. Tavaly meghaladta az amerikai versenyeken résztvevő lovasok létszámát is, tehát el lehet mondani, hogy a legnagyobb verseny volt. Viszonylag jól szerepeltünk, annak ellenére, hogy az egyik versenyszámot, amit kiszúrtunk magunknak, azt 1 éve kezdtük el, még nem is egészen 1 éve. Ez a trail versenyszám. Előtte már itthon versenyezgettünk másik versenyszámokba, és úgy gondoltuk, hogy készen állunk arra, hogy kimenjünk Krajtba. Itthon ez a harmadik versenyévad, ahogy együtt dolgozok a tanulommal. Minden évben, amiben indult, abban bajnok lett. Ez azt jelenti, hogy az első évben 3 versenyszámba indult, a második évben szintén 3, és idén 5 versenyszámba, így már 11. bajnoki címét mondhatja magának. Dr. Kuné Kocsis Enikő, Hortobágy és Tiszacsege között laknak, marhatenyésztéssel foglalkoznak, a lovat Texasból hozták, alapképzése volt, a többit itthon képeztük ki, jó magam és az ő segítsége révén.
Németországban több versenyszámban álltak rajthoz tanítványával. Ő maga is meglepődött eredményességükön az új versenyszámokban. Főszámunk ott is kint a trail volt, a trailnek pedig különböző csoportjai voltak, mint például a green, az azt jelenti, hogy ott a kezdő lovak mennek, aztán volt a novice amatőr, akik még először szerepelnek ilyen versenyen, volt az amatőr, akik saját lóval mennek, de már tudnak, és volt a senior, ahol meg csak a profik indulnak. Most az utóbbiba indultam én, 42 versenyzőből lettem tizedik, ez azt jelenti, hogy a top 10-be kerültem be, amire azt mondták, hogy hát ez ott nagyon nehéz lesz, viszont az Enikő két versenyszámban hetedik lett, és a Greenbe pedig második. Úgy lett második, hogy a pontszámuk megegyezett az elsővel, viszont az öt bíró bírál ilyenkor, és a legnagyobb pontszámot és a legkisebbet kiveszik, és a három középső dönt. És ez volt a döntő, ahol egy ponttal alatta maradt az ellenfelének, és így lett második. Erre a versenyszámra úgy készültünk, hogy már 2 évvel ezelőtt elkezdtük a jármódokat beállítani, ami azt jelenti, hogy megfelelő vágtát, megfelelő ügetést és megfelelő lépést csinálunk a lónak, és ezt olyan kis kézjelekre, hogy egy kézzel lehessen irányítani, vagy csípővel, vagy lábbal, és nagyon minimális jelekkel. Na most, mikor ezek megvannak, akkor elkezdjük a rudakat, a kaput és a hidat. Ezek mind olyanok, amiket kint a rencsen használnak, és itt bent ilyen mű körülmények között kell kivitelezni, de ezt is nagyon szépen, nagyon finoman és folyamatosan. Most ezeket csináltuk az utóbbi 7 hónapban, úgy raktuk össze a 2 éves előképzést, és ebből lett ez az eredményes. Európa legnagyobb western versenyének az Amerikánán számít. Tavaly már voltak, és szép eredményekkel tértek haza. Idén az új versenyszámukkal a traillel szeretnének ott szerepelni, és a top 10-be jutni. A Magyar Kupában vágott vissza a Tolna Mözs a Szekszárdnak a bajnokságban elszenvedett 4-0-ás vereségért, közel 400 néző előtt a Tolnai Városi Sportcsarnokban. A tét a kupában a 8 közé jutás volt, ami azonban nem dőlt el könnyen. Van az úgy nagyon sokszor, hogy hiába támad többet, hiába focizik technikásabban az egyik csapat, nevezetesen a sárga-fekete Argenta Girls Szekszárd, nem sokra megy vele összességében. Úgy indult a találkozó, hogy leképezi a korábbi, legutóbbi bajnokit. Micskó Márk csapata fokozatosan gólokra tudja majd váltani a papíron és a valóságban is nagyobb játék elejét. A viszonylag korai vezetés ezt sugalta. Igaz, a tolnai kontrákban a sokszor időben és térben elcsúszó szekszárdi visszavédekezés miatt is benne volt a gól. Lett is egy-egy, köszönhetően a lövésekre bátran vállalkozó és ehhez kellő rugó technikával rendelkező, időközben távolról egyenlítő olasz Kingának. Sok volt még vissza egyébként a meccsből, mert hogy a rendes játékidő sem hozott döntést, és 2x5 perces hosszabbítás következett. Sanszos volt, hogy büntetők döntenek végül is a 8 közé jutásról az idei Magyar Kupában a megyei presztízs rangadón, ám újból jött az ügyeletes tolnamözsi bombázó, és amolyan Roberto Carlosos könyörtelenséggel egyszerűen fölbombázta a megítélt szabadrugást a nem éppen közelit a szekszárdi kapu bal felső sarkába. Azt szólt meg a fejembe, hogy van még hátra 2 perc, meg kell próbálni, hát a sikerül, és szerencsére sikerül. Minden edzésem van egy pár ilyen lövő gyakorlat, amiben szoktam gyakorolni. Micskó már kellő higgadsággal és tárgyalagossággal vette tudomásul a 2-1-es vereséget és a búcsút ezzel együtt a Magyar Kupától. Először is gratulálok a Tolnának a továbbjutáshoz. Jó és szerencsés csapatuk van, azt kell, hogy mondjam. Tehát nem a jobb csapat jutott tovább, hanem a szerencsésebb. Kb. 4-szer annyi helyzetünk volt, mint nekik. Nem is emlékszem nagyon, nekik lett volna helyzetük. Volt egy megpattanó lövésük, meg egy szabadrugás, ami gyönyörűen berugott a Halászi Kinga. Ennyi. Tehát a futszát mi játszottuk. Én gratulálok a lányaimnak, megyünk tovább. Úgy gondolom, ez a mérkőzés is meg lehetett volna a helyzetek alapján bőven. Tehát nyugodtan lehetett volna 3-4 gól a két csapat között, nem sikerült berúgni a helyzeteket, ennyi, dolgozunk tovább. Én azt mondtam a párharc előtt, hogy aki itt tovább jut, az megnyeri a Magyar Kupát. Nekünk sajnos nem sikerült tovább. A proféta szóljon a szekszárdi vezetőedzőből, mondják Tolnán, illetve Mözsön a futzál hívei. Ez ugyanis azt jelenteni, hogy a már
nyártól új edzővel, Nagy Rolanddal készülő és sok tekintetben megváltozott csapat a tavalyi 7 méteres rugásokkal kiharcolt női futzál magyar kupa győzelmet 2019-ben megismételni, vagyis címvédőként várhatná a folytatást. 2020-ig összesen 20 helyszínen rendez úgynevezett Diáksportfesztivált a Magyar Diáksport Szövetség. Hétfőn a Kozár-Mislenyi sportcsarnokot népesítették be a megye alsó tagozatos tanulói, hogy az első és második évfolyamosok készségfejlesztő ügyességi játékokat próbáljanak ki, a harmadikos és negyedikes gyerekek pedig a szivacs kézilabda alapjaival ismerkedjenek meg. Az eseményen részt vett Dombi Rudolf olimpiai és Európa bajnok kajakozó is. Idén novemberben 4 vidéki helyszínen rendezték meg a Magyar Diáksport Szövetség új sportrendezvényét, a Diáksport Fesztivált. Beled és Nagybajom után november 12-én Kozár-Mislenyben és Nagykanizsán sportoltak együtt a megyék alsó tagozatos diákjai. Baranya egyébként a közelmúltban vehette át a legaktívabb megye kitüntetést. Úgy gondolom, hogy ezen a vonalon mindenképpen még tovább erősítenünk kell és haladnunk kell, hiszen a legfontosabb, hogy a következő generáció az egy aktív, sportos személyiséget neveljük ki, és őket erősítsük abban, hogy mozogni kell, sportolni kell, és 18 éves korunkig alapozzuk meg az állóképességnek a 80%-át, ezt erősíteni kell bennük is. Kozár-Mislenyben nagy hangsúlyt kap a diák és szabadidősport. A közeljövőben még tovább fejlesztik az infrastruktúrát, hiszen elkészül egy a Tüskésréthez hasonló szabadidőközpont a belső tónál. A gyerekeknek is elmondjuk az iskolába, hogy a történelemórákon és földrajzórákon nem találkoznak ezzel a településnével, hogy Kozár-Mislenyt. Nem találkozni. Nincs történelmi vonatkozása, és nincs földrajzi vonatkozása sem. Viszont ha elkészül egyszer Magyarország sport és egészséges életmód térképe, de leginkább a sport térképe, akkor biztos, hogy Kozár-Mislenyt rajta lesz, előkelő helyen lesz, és minden gyerek megtanulja, hogy merre van Kozár-Mislenyt. Ezt a helyiek, a gyerekek már tudják, és én erre biztatok mindenkit, hogy érdemes a gyerekekbe fektetni, tehát érdemes ezt az infrastruktúrát biztosítani, rendelkezésre bocsátani, a mozgást, a tömegsportot is támogatni, nem csak a versenysportot és az élsportot, hanem a széles tömegek számára elérhető mozgásformákat. Kozár-Mislenyben mindannyian ezt az irányt próbáljuk most már képviselni, mindaz amellett, hogy most már egyre inkább Kozár-Mislenny a sportvárosa. Most már a szabadidősport felé szeretnénk nyitni, ezért nálunk is ki fog alakulni egy ilyen mini tüskésréti tó, mint ami Pécsnél már rendelkezésre áll. Futópályákat fogunk létrehozni a széles közönség számára, rekordtámborítással, kültéri fitness eszközök lesznek még elhelyezve, és újabb grundpályákat szeretnénk a széles közönség számára, a gyerekek számára megnyitni. A Kozár-Mislenyi Diáksportfesztiválon részt vett Dombi Rudolf, olimpiai és Európa bajnok kajakozó is, aki szerint eredményessége titka, hogy már fiatalon megszerettették vele a sportolást. Nagyon hiszek ebben az elvben, ami köré ez az egész rendezvény épül. Mondhatjuk, hogy ez az eredmény számítása nélküli sportolás jelenti, az alulról szerveződő sportolás jelenti. Itt a gyerekek egy fesztiválon vesznek részt, a Dual 60 Diáksport Fesztiválon egész konkrétan, ahol is a játék öröme, a sportolás öröme kap hangsúlyt, és nem az, hogy ki nyer. Én egészen fiatalon mondhatom, hogy vízre kerültem. Én november születésű vagyok, és az első melege napsugárra a következő évben már a Dunán voltam. Mondhatom, hogy lételemem volt mindig is, és mindig is életformám volt a sport. Az élsportot 10 évesen kezdtem el, de akkor is még az volt a szempont, hogy megszeressem, amit csinálok. Nagyon sokat fociztunk, bármilyen más sportágat űztünk, és mellette természetesen a főcsapás a kajakozás volt, de a legfontosabb, hogy megszerettem a sportot, és később jó akartam lenni abban, amit szerettem. A Diáksportfesztiválon az első és második évfolyamos tanulók készségfejlesztő ügyességi játékokon vesznek részt, a harmadikos és negyedikes gyerekek pedig a szivacs kézilabda alapjaival ismerkedhetnek meg. A diáksportfesztiválok mindig egy adott korosztálynak szólnak, és egy adott témaköré szerveződnek, és a fesztivál szakmai tartalmának a felépítésekor fokozott figyelmet szentelünk arra, hogy az adott korosztályban mi az a mozgásanyag, amit célszerű végrehajtani. Az első-másodikos gyerekek esetében ez az alapvető mozgáskészségekre helyeződik, így a különböző futásokra, szögdelésekre, ugrásokra, kúszásokra, mászásokra, egyszerű labdavezetésekre, rugásokra,
különböző eszközökkel történő ütőmozdulatokra, tehát azokra az alapkészségekre, amelyeket a későbbiekben akár sportági, akár tánc jellegű, vagy egyéb hétköznapi mozgásokban is tudnak majd használni a gyerekek. A 34. osztályosoknak a fesztiválja már egy picit specifikusabb. Ebben a fesztiválban a szivacskézi labdázásnak az alapjaiba szeretnénk bevezetni a gyerekeket, olyan kis játékokat, könnyebb, egyszerűsített szabályokkal megvalósított játékos feladatokat hoztunk nekik, amikkel a szivacskézi labdázáshoz tudjuk őket közelebb hozni. A fesztivál típusú rendszerben megvalósuló sporteseményeket a Magyar Diák Sportszövetség kísérleti jelleggel teszteli 2020-ig összesen 20 helyszínen. Találtuk azt ki, hogy hogyan lehetne az úgymond grassroots szemléletet, azt a fajta szabadidősport jelleget, azt a fajta jelleget, hogy nem csak a versenysport számít, hanem tényleg minél több fajta sportot adott esetben egy óra alatt ki tudjon próbálni a gyerek. Ezt egy fesztivál keretén belülre öntöttük, kipróbálunk egy újfajta lebonyolítási technikát, tehát hogy lehet megvalósítani egy ilyen jellegű multisport fesztivált, multisport programot, és megnézzük most, pilotolunk igazából, kipróbálunk, megnézzük, hogy ezt a gyerekek hogyan élvezik, megnézzük, hogy a testnevelő tanárok mit szólnak magához a lebonyolításhoz, mennyire tetszik nekik, mennyire hatékony ez a dolog, és hogyha ez jól megy, akkor szeretnénk ezt a jövőben is majd ilyen jellegű diáksport fesztiválokat, diáksportnapokat tartani. A Magyar Diáksport Szövetség hosszú távú célja, hogy a társas és játékközpontú, azaz nem az eredményekre és a győzelemre összpontosító eseményeken és a mozgás élményén keresztül a gyerekek életébe beépüljön a legalább napi 60 percig tartó testmozgás igénye. A Pécsi Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület 15. alkalommal rendezte meg nemzetközi versenyét, az úgynevezett Pécs Cupot. Ezúttal 16 ország, csaknem 500 versenyzője vett részt a kétnapos viadalon. A pécsi RGS-e rekordlétszámban képviseltette magát a megmérettetésen. A legkisebbek mutatták meg tudásukat elsőként a Pécs Cupon, a Lauber Dezső sportcsarnokban. A gyerekek nagy örömmel versenyeztek, de hogy ki, miért is választotta ezt a sportágat, azt is elárulták. Azért, mert megtetszett nekem, és szeretettem volna ritmikus gimnasztikázni. Ma hogy sikerült a verseny? Elmeséled nekem, hogy milyen eredményt értél el? Jót. Elmondod, hányadik lettél? Első. Első lettél? Voltál már első korábban más versenyeken? Nem. Az, hogy fogunk majd szalagozni, meg fogunk majd buzogányozni. A hivatalos megnyitó után kezdődött a nagyobbak egyéni versenye. Ők már céltudatosan készülnek egy-egy megmérettetésre. 5 éves koromban kezdtem, és nagyon megtetszett a nőies mozdulatok, ahogy a szerekkel dolgoznak, amit el szeretnék érni. Természetesen az olimpiára is szeretnék kijutni, de tudom, hogy még nagyon sokat kell hozzá gyakorolnom és fejlődnem. Nekem most jelenleg a szalag a kedvenc szerem. Miért pontos? Hát szerintem a szalag az egyik leglátványosabb szer, és szerintem nekem ez a kedvencem. A Pécsi Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület 1993-ban alakult, Baranyában elsőként. 2011. január elején az egyesület újjászerveződött, de továbbra is hűek maradtak a hagyományokhoz, a sikerekhez. Edzenek itt válogatott versenyzők, de azok is, akik csak a mozgás öröméért sportolnak. Az egyesület hétvégén 15. alkalommal rendezte meg a Pécs Cupot, a Nemzetközi Ritmikus Gimnasztika versenyt. 25 éves az egyesületünk ebben az évben. Az ország negyedik legeredményesebb egyesülete vagyunk az egyesületi rangsorban, valamint a legeredményesebb vidéki egyesület. 70 gyermek gimnasztikázik nálunk, 7 edzővel. Hát elsősorban az egyesületünk fejlődött, és mivel hogy minden évben sikeresen rendezünk meg, ezért egyre több a visszatérő vendégünk, valamint nagyon sok új egyesület is jelentkezik. Mi mindenkire büszkék vagyunk az összes gyermekre, de jelen pillanatban is, mint minden évben, delegálunk junior és felnőtt válogatottat is. 16 országból 44 csapat érkezett, ez körülbelül 500 versenyzőt jelent. Hát párat sorolok, esetleg Libanon, Izrael, tehát nagyon sokan, 16 országot nehéz felsorolni. És ez mellett 10 magyar egyesületből érkezett versenyző. Nagy cél a magyar gimnasztikában, hogy olimpiai részvételt
valamikor elérje valamelyik válogatott csapatunk. A pénteki egyéni küzdelem után szombaton a nagyon látványos versenyben 33 kéziszer csapat mérte összetudását. Ekkor a Pécsi Egyesület kezdőcsoportja is bemutatkozott. Nekik ez volt az első fellépésük. A Pécsi RGS-től egyébként összesen 51 sportoló lépett szőnyegre. Ennyi pécsi lány még sosem versenyzett a Pécs Cupon. Ez is jelzi, hogy a sportág egyre népszerűbb, és a pécsi, mint a vidék legjobb és legeredményesebb egyesülete, jó úton jár a tehetségek felkutatása és menedzselése terén is. Ennyi fért mai sportműsorunkba, jövő kedden találkozunk, addig is viszontlátásra!